MOME Campus és Kreatív Innovációs Tudáspark fejlesztése. Harmadik ütem. A MOME Campus bővítésének tervezésekor az identitás kérdése volt a középpontban. Hogyan lehetséges kapcsolódni Moholy Nagy Lászlóhoz, illetve a Bauhaushoz? Az épület tervezője Farkasdi Zoltán eredeti szándéka szerint az épületképlet BAC sorban alakult volna. Ezt a koncepciót folytatva az épületek kelet-nyugat irányú tengerre lettek felfűzve. Az együttes középpontjában lévő Ground épületrész a campus szíve, ami a külső és belső terek metszéspontjában található.